Erős Anita vagyok, jogász. Kicsit pár mondatot magamról, aki nem ismert, mert szerintem sokan vannak. Körülbelül 7 éve foglalkozom információbiztonsággal. Akkoriban végzős voltam a Pécsi Jogtudományi Egyetemen, amikor is egy nagyon tudatos döntést hoztam, hogy az informatika tanszékre írom a szakdolgozatomat, mert gondoltam, hogy az informatikára úgyse ér senki szakdolgozatot, úgyhogy biztos az jó pontnak fog számítani. És megkerestem Papp Pétert, hogy segítsen nekem ebbe elindulni. Megírtam a szakdolgozatot, és aztán be is kerültem a kancellár.hu ZRT-hez, és ott kezdtem el jogászkodni. Így kerültem kapcsolatba az információbiztonsággal, egyrészt a szerződéskötések során, maga, amikor a kollégák, a fiúk valósítottak meg projekteket, jöttek hozzám jogi kérdésekkel, illetve magam is részt vettem projektek megvalósításában, így saját bőrömön is éreztem, illetve tapasztaltam, hogy milyen jogi kérdések, problémák merülhetnek föl. Hát akkor vágjunk bele a mostani témába. Social engineering, ami az elmúlt időszakban lett, vagy kezd felkapottabbá válni. Social engineering, vagy hogyan hajtsuk végre egy behatolást kellemetlen, nem várt következmények nélkül. Miért fontos erről beszélnünk? A social engineering egy főleg tanácsadók számára szerintem nagyon érdekes kis dolog. A mindennapi feladataikból kicsit kilépve, nagyon izgalmas, érdekes forgatókönyveket írnak arra, hogy hogyan tudnak ők bizalmas információkhoz hozzájutni. Viszont tehetnek olyan lépéseket, amelyek sajnos jogszabályokba ütközhetnek, ezért nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azokkal, hogy amikor egy ilyen projektet megvalósítunk, akkor milyen védett területekre léphetünk, és amelyet esetleg szankcionálnak ellenünk. Tehát hogyan valósítsunk meg úgy egy projektet, hogy az jogszabályszerű legyen. Miről fogunk ma beszélni? Egyrészt a social engineeringnek a fogalmát röviden csak áttekintem, hogy mind akik itt vagyunk, nagyjából ugyanazt a fogalmat értsük alatt, illetve akik esetleg nem ismerik még. A jelen előadás a megbízásos alapon végzett social engineeringről szól, a megrendelésre végzett, tehát nem a rossz indulatú, amikor is magunknak szeretnénk valami jogtalan előnyhöz jutni. Megnézzük, ezeknek milyen jogszabályi korlátai vannak, és aztán átnézzük az egyes social engineeringbe alkalmazott módszereket, hogy ezek a módszerek milyen jogszabályt sérthetnek, és ezekre próbálok megoldási javaslatokat adni, hogyan tudjuk ezt úgy végrehajtani, hogy mégis jogszerű legyen. És eznek köszönhetően mit kapunk eredményként. Nézzük a fogalmat. A Wikipedia ugye azt mondja a social engineeringről, elnézést, hogy a social engineering az az emberek befolyásolása annak érdekében, hogy ők valamilyen tevékenységet végezzenek, illetve tőlük bizalmas információkat kiszedjünk. A People Hacking könyv úgy fogalmazza meg, hogy a social engineering annak művészete és tudománya, hogy az embereket arra rávegyük, hogy a saját érdekeinknek megfelelően viselkedjenek. De hogyan is lett ebből művészet és tudomány? A social engineering fogalom a Kevin Mitnick által vált népszerűvé, őtőle kezdődött az egész. Mint tudjuk, ez az egész úgy kezdődött, kicsit hasonlóan a Rablóból Pandur esetéhez, 95-ben Kevin Mitnicket letartóztatták, 2000-ig töltötte börtönbüntetését, majd kijött, 2 évig azért eltitolták őt meg az internet használattól, majd megalakította a Mitnick Security Consulting nevű céget, úgyhogy az addig bűncselekménynek minősített tevékenységét most már jogszerűen végzi egy tanácsadó cég keretében. Itt beraktam egy idézetet, hogy egyszer megkérdezték Mitnicket arról, hogy szereti a munkáját, amire azt mondta, hogy ne szeretném, hiszen nagyon szeretem, mikor van arra lehetőségünk, hogy van egy bűncselekménynek minősített tevékenységünk, azt törvényesítjük, és még fizetnek is érte. Manapság ugye Mitnick ez a több könyv szerzője is, ami a social engineeringre szól, ilyen az egyik a behatolás művészete és a megtévesztés művészete egyebek.
Mi a social engineer célja? A social engineer a rossz indulatú, ugye, próbál jogosulatlan hozzáféréseket szerezni rendszerekhez, információkhoz, csalást végrehajtani, személyazonosságot lopni, vagy egyszerűen csak bizonyos rendszerek működését megkívánja zavarni. Igazából az információbiztonsági tanácsadó is ezt végzi, hiszen az ő bőrébe bújva végzi ezt a tevékenységet, viszont más a célja. Vannak nekünk a rendes, jóindulatú, védelmező tanácsadóink, akik viszont egyrészt a vizsgálatok által megmutatják nekünk azt, hogy az információs rendszerünk, ez mind technológiai, mind egyéb szinten mennyire sérülékeny, amelynek alapján mi már tudunk javítóintézkedéseket hozni, amely az egész cégnek az információs vagyonát védeni fogja, és amelynek alapján már a jövőben is tudunk intézkedéseket hozni. Mint mondtam, az előadás a megbízásos alapon végzett social engineering vizsgálatokról szól. Megnézzük, itt pár tényt próbálok elmondani. Mi a fontos ezeknél a szerződéskötéseknél? Mire kell nekünk odafigyelni, amennyiben ilyen vizsgálatra kérnek fel minket? Egyrészt a szerződés egy kétoldalú megállapodást hoz létre a megrendelőnk és a tanácsadó, a projektet megvalósító tanácsadó cég között. Egyfajta felhatalmazást kapunk arra, hogy ezt a feladatot elvégezzük, így válik a jogosulatlan tevékenységből egy jogosult tevékenység. Mire kell figyelni a szerződéskötésnél? Nagyon fontos ezeknél az eseteknél, hogy ellenőrizzük a cég aláírási jogosultságot, mert olyan esetleg polgári törvénykönyvbe, büntető törvénykönyvbe ütköző tevékenységet végezhetünk, és amennyiben nem a cégképviselő ír alá nyilatkozatot, szerződést, akkor az nem tud az a nyilatkozat joghatályossá válni, nem tudjuk magunkat védeni. Hogyan tudjuk a cég aláírása jogosultságot legegyszerűbben ellenőrizni? Kérünk a szerződés mellékletében mondjuk egy hatályos cégkivonatot, ahol a cégképviselő szerepel, és egy aláírási címpéldányt mellé. És utána az összes többi nyilatkozatot vagy ő általa, vagy az általa felhatalmazott képviselővel aláíratni. Technikai kérdés, hogy maga a feladat leírását a szerződés tárgyába, vagy mellékletébe tesszük ki. Fontos a feladatnak a részletes leírása. Itt javasolt az egyes módszereket rögzíteni, lépéseket, milyen módszereket fogunk alkalmazni, majd a továbbiakban úgyis szó lesz egy-két módszerről, aki esetleg nem ismeri, hogy miket az egyes módszerek részletes leírása, ehhez milyen eszközöket fogunk használni, kik fognak ebben részt venni, milyen helységekbe megyünk be esetleg, minden fontos információt, és ha esetleg az ügyfél úgy kívánja, ebbe beleteltünk korlátozásokat is. Ez egy szerződéses megállapodás, mind a két fél érvényesítheti, tehát ha azt mondja nekünk az ügyfelünk, hogy a bizonyos helyiségeiben nem szeretné, hogyha bemennénk, bizonyos időintervallumban nem szeretné, hogyha vizsgálatot végeznénk, akkor ezeket a korlátozásokat ide bele lehet tenni. Mivel tudjuk, hogy a szerződéskötés az a vizsgálat megelőzését kezdődően történik, és mivel az élet folyamatos változásban van, ezért előfordulhat az, hogy a forgatókönyvünk mégis változik. Megkötjük a szerződést, elkezdjük a projektet, aztán mégiscsak történnek olyan körülmények, jönnek olyan események, amelyek az eredetileg leírtakat vagy módosítják, vagy esetleg részletesebb információkat kapunk. Ezért fontos és tanácsos mindenképpen egy részletes projekttervet alkotni. Kijelölni egy projektvezetőt, aki ezt folyamatosan frissíti, karbantartja, és az ügyfélel ezt mindig jóváhagyatni. Fontos, hogy mindig jóváhagyott tevékenységeket végezzünk, mert ugye így kapjuk meg ezt a jogosultságot a feladat elvégzésére. A social engineering vizsgálatoknál vannak olyan feladatok, lehetnek olyan lépések, hogy mi mozgolódunk mondjuk egy iroda épületben, ugye próbáljuk a biztonsági szabályokat mindenfajta trükkös módszerekkel áthágni, hiszen sérülékenység, sebezhetőségeket keresünk.
Viszont ez járhat azzal, ugye a szerződésről mondjuk tud a legfelső szintű vezető, tud az információbiztonsági vezető, az informatikai vezető, nem biztos, hogy a biztonsági őr is tudja, hogy zajlik egy ilyen projekt, ezért javasolt a projektet végrehajtóknak személy szerint maguknál tartani egy nyilatkozatot, amely arról szólt, hogy ők jogosultak ezekre a helyekre bemenni, mert ők egy szerződés végrehajtásában vesznek részt, egyben a nyilatkozat tartalmazza azt, hogy őket el lehet engedni. Tehát nem kell a rendőrséget kihívni és magánzárkába zárni, mert ők mindenfajta helyekre beléptek. Mindezek miatt egy kapcsolattartó személy, aki állandóan elérhető, úgy állandóan, hogy a vizsgálatok végzése ideje alatt akármi probléma történik, és necces helyzetekbe kerülünk, a megrendelő részéről egy kijelölt kapcsolattartónak az elérhetőségét, mobiltelefonszámát, e-mail címét szerezzük meg, illetve esetleg helyettesítő személyét is. Ennyit nagyjából a szerződésről. Vannak olyan érdekek, jogszabály által védett érdekek, amelyeket viszont tiszteletben kell tartanunk, hiába van nekünk szerződéses felhatalmazásunk a feladat elvégzésére. Itt párat elmondanék általánosságba, megemlítenék, hogy mik azok a területek, érdekek, amelyeket, hogyha megsértünk, akkor jogszabálysértő tevékenységet végezhetünk. Az egyik az üzleti titok, amelyet mind a polgári törvénykönyvünk, de a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény is tartalmaz. Üzleti titkot ugye jogosulatlanul nyilvánosságra hozni, illetve tisztességtelen módon megszerezni és felhasználni, ezek a jogszabályok szerint nem lehet. Ez általában nem lehet probléma a social engineering vizsgálatoknál, azért, mert hogyha maga a szerződésünk egy olyan titoktartási megállapodást tartalmaz, amely feljogosítja a projektet végrehajtókat arra, hogy az a megrendelő üzleti titkaihoz hozzáférjen, akkor ezzel védeni tudja magát. Ez akkor lehet probléma, ha esetleg a megrendelő azt mondja, hogy ő nem jogosítja fel a teljes üzleti titok, tehát korlátozott információkhoz enged hozzáférést, és mi mégis megszerzünk bizonyos információkat, ezekre figyelni kell ilyenkor. A jogszabály, a polgári törvénykönyvünk kifejezetten ki is tére, védi a jogi személy helyiségeinek védelmét. Mit jelent ez? Ahova nem mehetünk be, oda nem menjünk be. Tehát amelyeket kifejezetten ezt is a szerződésben érdemes rögzíteni, milyen telephelyekre, milyen irodahelyiségekre, tehát hogyha ő nem akarja, hogy a szerverszobába bemenjünk, és ezt ennek kifejezett kérését adja, és le van írva, akkor nem menjünk be. Amennyiben viszont ez lehetséges, akkor úgy fogalmazzuk meg a szerződést, hogy ő minden egyes irodahelyiségébe, a székhelyén található irodákba, egyéb épületekbe hozzáférést engedélyeztet, belépési jogosultságot ad. Ezeket rögzíteni kell. Személyes adatok, ez ugye általános probléma szerintem mindenkinél, ez a személyes adatokhoz való hozzáférés. Ezekre az egyes módszerek kidolgozásánál fontos figyelni, hogy mindig, amikor megpróbáljuk kidolgozni azt, hogy mit is fogunk csinálni, meg kell nézni, hogy mennyire használunk fel mi személyes adatokat, és aztán megnézni az egyes forgatókönyvek során, hogy ez mennyiben érintheti, kell-e esetleg engedélyeket kérni, hogy személyes adatot használjunk fel, vagy pedig próbáljuk úgy megoldani, hogy ezeket ne használjuk. Egyéb ilyenek lehetnek még, amik most itt nem szerepelnek, ugye logó használatnál, ami védjegyoltalom alatt van, sérülhet a jó hírnév, ezeket mindig figyelembe kell vennünk. Azt kiemelném, hogy nem tudom, hogy hányan végeznek esetleg, vagy hogy ilyen vizsgálatokat, hogy mindig nagyon fontos az, hogy a hatályos jogszabályok szerint készüljünk fel a feladat elvégzésére, mert lehetséges az, hogy én fölmegyek az internetre és elkezdem a jogszabályokat böngészni a tevékenységhez kapcsolódóan, csak mondjuk egy évvel ezelőtti verzióra találok rá, amivel én nem vagyok tisztában.
az nem, illetve mindig az, hogy az adott ország jogrendje. Tehát én most, amiről itt beszélek, ezek a Magyarországon hatályos jogszabályok, amennyiben viszont arra kérnek fel, hogy külföldre kimenjünk, akkor meg kell nézni az adott országnak, az adott országban hatályos és esetleg a feladat elvégzését érintő jogszabályokat. Mi történik akkor, hogyha ezeket mégse sikerül tiszteletben tartanunk, és átlépjük a jogszabályi határainkat? Egyrészt a polgári törvénykönyv is biztosít szankciókat, ezek közül ami fontos lehet és szóba jött, ez a kártérítési felelősség, ami a legfontosabb. Itt ugye azért bizonyítani kell, hogy a kár és a károkozó tevékenység között összefüggés volt, ami már érdekesebb téma lehet, amennyiben bűncselekményt valósítunk meg, annak milyen büntetőjogi következményei lehetnek. Ez szerintem mindenkit jobban érdekel, mert előfordulhat, hogy mint a képen látható fiatal embert is, kényszerpihenőre fogják, hogy egy kicsit az IT biztonsággal ne foglalkozzon annyira, és az egyéb kreatív rajzolási képességeit kiélheti. A következőben ki fogok térni az egyes lépések során, hogy milyen szankciók vannak, konkrétan fogunk megnézni egy-két dolgot. És aztán biztosítottak egyéb jogszabályban elő jogszabályi szankciók, mondjuk az adatvédelmi törvényben, az adatvédelmi biztoshoz való fordulás, gazdasági versenyhivatal, egyebek, de ezeket mindig az adott tevékenységnél meg kell vizsgálni. Akkor menjünk rá az egyes technikákra. Piggybacking. Piggybacking az a social engineering használt módszer, amikor én mondjuk egy csoporthoz becsatlakozva bemegyek egy egyébként csak belépési jogosultak számára beléphető helyre, hozzá csatlakozom ez a csoporthoz, és mondjuk akár munkásokhoz, vagy irodai dolgozókhoz, és így ezt az ellenőrzési pontot kihagyva belépek egy védett irodahelyiségbe. Ennek akár lehet egy olyan módja is, hogy mondjuk már nem vagyok egy adott cégnek a munkavállalója, amit mondjuk a biztonsági őr már nem tud, hogy én ott nem állok munkaviszonyban, de amivel nagyon kedves fiatal lány vagyok, és ő ismer is engem, és mondom neki, hogy bocsánat, otthon hagytam a belépő kártyámat, engedjél már be, légy szíves, és ő beenged engem. És van egy olyan módja is ennek az eljárásnak, ezeknél ugye igazából semmilyen jogszabályba ütköző probléma nincsen, itt a biztonsági őr a biztonsági szabályokat nem tartja be. Ugyanakkor lehet egy olyan, hogy én otthon szépen kézi gyártású belépőkártyákat gyártok. Előveszek egy A4-es papírt, előveszem a színes ceruzámat, elkezdek szépen más cégeknek a logóit felrajzolgatni, gyártok egy, és felmutatom. Ezzel próbálok belépési jogosultságot szerezni, és amennyiben be is lépek, itt ez kimerítheti a BTK 276-os paragrafusában foglalt magánokirat hamisítás tényállását, amely ugye azt mondja, hogy ami nekünk itt lényeges, hogy aki jog vagy kötelezettség létezésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot használ, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Itt ugye a jogos, mi a jogom? Az a jogom, hogy belépési jogosultságot szerzek oda, ennek a létezését próbálom bizonyítani, ahova egyébként nem lennék jogosult belépni, és ehhez egy hamis papírt használok. Ezekben az esetekben, amikor ilyen módszert szeretnénk alkalmazni, javasolt az az eljárásmód, hogy a megrendelőtől kérek egy saját, az ő tulajdonában lévő belépőkártyát, amit ő egyébként inaktivál, mert ugye ha aktív lenne és be tudnék vele lépni, akkor maga a social engineering technika nem is lenne szükség a social engineeringre, tehát egy inaktivált belépőkártyát, így nem egy hamis okiratot használok, hanem egy valósat, a megrendelő által használtat. Információszerzés. A social engineering igazából erről szól. A social engineer az próbál minden honnan, mindenfajta úton, módon
különálló adatokat, információkat összeszedni, amelyeket aztán szépen összerak egy rendszerbe, és amiket ő már ugye fel tud használni arra, hogy egyéb bizalmas információkhoz hozzájusson. Az információszerzésnek lehet az egyik módja, hogy bemegyek én kedves megrendelőhöz, és egyetemi hallgatónak kiadva magamat, azt mondom, hogy szakdolgozatot írok, és ebből kifolyólag én szeretnék bizonyos kérdéseket feltenni. Mivel az emberek nagyon kedvesek, ugye a tanulás nagyon támogatja mindenki, milyen lelkes fiatal hölgy ennyire tanul, és mi nagyon segítőkészek vagyunk, és mi ebbe támogatni akarjuk, előfordulhat, hogy olyan bizalmas információkat is kiadnak, amiket nem lennének jogosultak kiadni. Ami ilyenkor a tanácsadókba felszokott merülni, hogy ők most ezzel a tevékenységgel a csalás tényállását kimerítik-e. Nézzük meg, mi is a csalás a büntető törvénykönyvünk szerint. Csalás az, aki jogtalan haszonszerzés véget más tévedésben ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követel. Nézzük meg akkor magát a tényállást. Itt ugye egyrészt már a tényállás azért nem állja meg a helyét, a bűncselekmény, mert kell a jogtalan haszonszerzési cél. Nincs jogtalan haszonszerzési célunk, hiszen van egy szerződésünk, és nem jogtalanul kapjuk meg a pénzt azért, amit végzünk, hanem jogosan. Illetve a károkozás is itt fontos, hogy ezzel kárt kell okoznunk. Károkozás jobb esetben és egyébként is ne legyen, tehát bűncselekményt ezzel nem valósítunk meg. Mint ahogy majd a következő dián is látszik, ugyanakkor felmerülhet a személyes adattal való visszaélés problémája, amikor is bemegyek, és egy olyan ember személyes adatait használom föl, kiadom magamat valakinek, aki egy valós személy, ugyanakkor engem nem jogosított fel arra, hogy ezeket az adatokat én ebből a célból felhasználjam. Ilyenkor ezért javasolt az, hogyha ezt a módszert alkalmazzuk, hogy vagy a saját személyes adatainkat használjuk föl, vagy pedig egy nem létező személynek, egy valótlan személynek az adataiból tegyünk össze egy személyiséget, személyiségprofil. Egy másik fajta technika, szintén információs szerzés, amikor betelefonálok a helpdeskre, betelefonálok az ügyfélszolgálatra, betelefonálok a bérszámfejtésre, és kiadom magamat valakinek, legyen ez mondjuk kiadom magamat az illető főnökének, aki ugye nagyon tart a főnökétől, ugyanakkor meg nagyon szeretné is neki megfelelni, és nagyon szeretne a munkáját jól és megfelelően végezni. Ezért úgy szintén telefonon keresztül kiad egy csomó bizalmas információt. Itt is felmerülhet, ugye ezeknél a megszemélyesítéses támadásoknál az előzőekben említett személyes adatokkal való visszaélés. Itt a BTK ugye azt mondja ki, hogy aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével jogtalan haszonszerzési célból, vagy jelentős érdeksérelmet okozva, jogosulatlan vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Itt beleeshetünk abba, hogy személyes adatot, ezt a tényást megvalósítjuk, de itt is azért fontos, hogy valótlan nem létező személyes adatait használjuk föl, vagy amennyiben például azt mondjuk, hogy oké, én kiadom magamat ennek és ennek a főnöknek, vagy mondjuk az információ biztonsági vezetőnek, aki egyébként is a projekt megvalósításában megrendelő oldalról részt vesz, és azt mondja, hogy igen, a vizsgálat céljából használjátok fel a személyes adataimat, akkor ez az engedély legyen a birtokunkban, hogy ezeket az adatokat ebből a célból felhasználjam, mert az adatvédelmi törvény ugye ezeket írja elő. Szintén információszerzés, beküldök egy kérdőívet, vagy akár ezt szerintem telefonon is többen használtak, betelefonál az illető, ilyen-olyan szervezet, elnézést, csak adategyeztetést szeretnék végezni, vagy akár kérdői formájában beküldi. Mi azt szépen kitöltjük, telerakjuk. Social engineering nagyon ügyes, mert az egyébként publikus adatnak számító dolgokra kérdések közé elrejt egy-egy olyan bizalmas információra irányuló kérdést, hogy mi
gyanútlanul észre se veszük, és választ adunk olyan kérdésekre, kimennek olyan válaszok, amelyek bizalmas információnak, üzleti titoknak minősülnek. Itt, amennyiben a megrendelő minket nem hatalmaz fel arra, hogy mindenfajta üzleti titkához hozzáférjünk, tehát ad nekünk egyfajta korlátozást, hogy ő azt mondja, hogy csak amikor a vizsgálatot végzitek, csak a bérszámfejtési adataimhoz engedek hozzáférést, tehát amennyiben a social engineering vizsgálat megy, akkor erre irányuljon ezeknek az információknak a megszerzése. Tehát egy korlátozott körre terjed ki az én titokhoz való hozzáférésem. Akkor figyeljünk arra, hogy ezeknél a kérdőíveknél csak azokra az üzleti titkokra, bizalmas információkra kérdezzünk rá, amelyekhez jogosultak vagyunk hozzáférni. Mert egyébként a büntető törvénykönyv gazdasági titok megsértése tényállását meríthetjük ki, amely ugye azt mondja, hogy úgy szintén, aki jogtalan előnyszerzés véget, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot jogosulatlan megszerez, felhasznál, mással közöl, vagy nyilvánosságra hoz, büntetet követ el, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Van az a módszer, létezik az is, hogy megnézzük fizikai szinten, itt egy kicsit ez ugye fizikai sérülékenységeket néz, hogy bemegyek egy irodahelyiségbe, és megnézem, hogy laptopot, pendrive-ot, szervert, ha nagyon ügyes vagyok, ki tudok-e vinni az épületből, és ugye egyben az azokon tárolt információt. Ennél, mivel hogyha a megrendelővel ezt a módszert egyeztetjük, erre nekünk van megállapodásunk, hogy mi ezt elvégezhetjük, ő mondhatja azt, hogy ami az én tulajdonomban van, céges tulajdonban van, azt vihetitek, és aztán erreti felhatalmazást kaptok. De aztán előfordulhat az, hogy benne a munkavállaló esetleg, akár nem szabályszerűen, de nem csak munkavégzésre használt eszközöket tárol, és nem csak munkát végez, és benn van az ő kis személyes laptopja is az íróasztalom. Ott figyel, és mi meg pedig megyünk, és viszünk, amit látunk, és esetleg elviszünk egy személyes tulajdonban lévő laptopot, aminek ő valószínűleg nem fog nagyon örülni, és esetleg kimerítjük a BTK-nak a lopási törvényi tényállását, ami azt mondja ki, hogy aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követel. Természetesen itt fontos a lopásnál a jogtalan eltulajdonítási szándékunk, csak itt már ugye, hogyha nem úgy jön ki a helyzet, itt kell bizonygatni, hogy már pedig én azt nem azért vittem el, hanem megy az információ biztonsági vizsgálat. Ezért javasolt az ilyen félreértések elkerülése véget, nem elvinni az adott tárgyakat, hanem mondjuk felmatricázom, hogy én ezt most elvihettem volna, és készítek róla egy fényképfelvételt, ami ezáltal ugye dokumentáltam, rögzítettem, hogy ezt megtehettem volna, és az audit reportba ezt becsatolni. Csatlakozás a céges hálózathoz, ez is ugye többféleképpen lehetséges. Egyrészt próbálok keresni egy olyan tárgyalót, mondjuk, ahol rá tudom csatlakoztatni a saját notebookomat, és céges hálózati hozzáférésem lesz, de lehetséges ezt, hogy bejuttatok egy pendrive-ot, vagy elhelyezek valahol egy CD-t, ami szintén valamilyen módon felcsatlakozik a hálózatra. Itt is ugye mondjuk, amikor a forgatókönyvet egyeztetjük a megrendelővel, akkor megmondjuk, hogy ezt az eszközt is alkalmazni fogjuk valószínűleg. Ő viszont valószínűleg nem szeretné azt, hogy oké, beléptem a céges hálózatra, akkor én most elkezdem a bérszámfejtési adatokat gyorsan leszedni, vagy az ő általa kiadott számlákat egyeztetni, a számlaadatokat, mert hű, de jó, én milyen ügyes vagyok, mert ezeket is le tudom szedni, mert lehetséges, hogy ő ezt nem akarja, tehát azt mondja, hogy oké, csatlakozz fel az én hálózatomra, annyi, legalább csak ennyit bizonyítsa, hogy fel tudtál csatlakozni, akkor ezeket a kereteket ne lépjük túl, mert akkor a 300 perc C-be ütközhetünk
nagyon egyszerűen, amely ugye azt mondja, hogy jogosulatlan belépés akkor nincsen, hogyha a megrendelőnk minket erre felhatalmazott, viszont az lehetséges, hogy a belépési jogosultságunk kereteit túllépjük, illetve azt megsértve bennmaradunk, és vétséget követünk el, amely egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Itt le kell egyeztetni az ügyféllel, hogyha mi belépünk a céges hálózatba, akkor mi csak azt riportálhatjuk, illetve arra írhatunk valamit, ami csak rögzíti, hogy egyáltalán ez megtörtént, azt milyen módon, de ne kezdjünk el ott a hálózatban mindenfajta cselekményeket ott végrehajtani, megváltoztatni adatokat, egyebek. Ezt a pár technikát itt próbáltam összeszedni, ezek általában a legsűrűbben, leggyakrabban használt social engineering módszerek. Látjuk, hogy szerintem látható az, hogy egy kicsit határmesdjés, hogyha nem figyelünk oda, átléphatunk bizonyos jogszabályi korlátokat, viszont kellő felkészüléssel, tehát feltérképezzük előtte a jogszabályi hátteret, átgondoljuk azt, hogy milyen módszereket fogunk alkalmazni, a forgatókönyvnek az egyes lépéseit jól átgondoljuk, akkor kellő felkészültséggel ezeket lehet úgy végezni, hogy ne sértsünk jogszabályt. Mit fog ez nekünk eredményezni? Mindenki nagyon örülni fog, boldogság lesz és öröm, mert egy olyan auditot, egy olyan vizsgálatot fogunk végezni, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, hatékony is, tehát a vizsgálat így is el tudja érni a célját, jól dokumentálható lesz, és elkerüljük azokat a nem várt következményeket, amelyekbe esetleg léphetünk, hogyha nem a jogszabályoknak megfelelően végezzük a tevékenységeket. Vagyis egy biztonságos területen fogunk mozgolódni, egy biztonságos behatolást fogunk végezni. Az auditot magát a tanácsadó a cég a jogszabályi keretek között fogja végezni, illetve maga megteremti a cégnek a biztonságát is, hiszen egy-egy ilyen vizsgálat hozzásegít minket ahhoz, hogy azáltal, hogy felderítjük azt, hogy a cégünk humán oldalon mennyire sebezhető, az audit riportnak a következtetése, illetve az audit riportban foglalt állítások alapján tudunk olyan tréningeket, biztonságtudatossági tréningeket, biztonsági szabályozási politikákat kialakítani, létrehozni, módosítani, amelyek utána a cégnek a biztonságát szolgálják. Köszönöm.